Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, és elérkeztünk az isteni szeretet negyedik tulajdonságához, amire mindannyiunknak szükségünk van. Lehet, hogy ez lesz a legkényesebb téma, amiről most szólni, mert erről keveset hallunk, keveset beszélünk, és azért kényes is a téma, hogy Isten vajon így szeret minket, mert talán nem is beszél erről nagyon a Szentírás. Túl sok Biblia vers erről nincsen, de az ige szerint mégis megtudhatjuk, hogy Isten szeretete nem nélkülözi az igaz érzelmeket az ember iránt, ti szeretetében. Sokszor olyan érzéketlen, hűvös, kicsit olyan dogmatikus a dogmatikához, és csak a tárgyilagossághoz szokott Isten képünk van úgy a szemünk előtt. Hogy igen, Isten az adó Isten, Isten a szerető Isten, de hogy ehhez érzelmek párosulnak, társulnak, azt gyakran elfelejtjük, pedig az ige is beszél erről. Hogy Isten nem robot. Isten nem olyan, mint ahogy gyerekkorunkban láttunk ezt a mikrobit, hogy ilyen robot hangon beszél, hogy fel tudjuk idézni, mint akiknek nincs érzelmeik. Isten tele van érzelmekkel. Hiszen a hesed szó nem csak lehajlást jelent ez a kegyelem szó, hanem vágyat, lelkesedést, hűséget. Vagyis azt is, hogy Isten érzelmekkel, nemes érzelmekkel vágyakozik utánunk. Ahogy olvastuk, hogy Jób könyvében, hogy Isten vágyakozik az ő keze alkotása után. Ismerjük, kedves hallgatók, hogy a vágyakozásban mennyi érzelem van. Isten szeretete tehát egy olyan alapvető szükségleteinket is szeretné betölteni, amit tehát úgy gondoljuk, hogy csak emberek tudnak betölteni. Az érzelmi szeretet szükségletét, az érzelmi tankunkat is Isten fel tudja tölteni az ő szeretetével. Mert, mint mondtam, Isten nem egy gép, és nem valami hűvös, érzéketlen lény, hiszen aki megteremtette az embert érzelmekkel, érzésekkel, nyilván ő is ezekkel az érzelmekkel és érzésekkel él együtt, de nem szentimentális, nem érzelgős az isteni szeretet érzelme. Olvasom a Hóseás könyvéből, szinte olyan lángoló szeretettel ír Hóseás próféta arról, hogy Isten hogyan szeret minket érzésekkel, érzelmekkel is. Egy ószövetségi kis próféta ír a 11. fejezet Hóseás könyvéből, így szól az első 8 verszakból. Mikor még gyermek volt Izrael, megszerettem őt, és Egyiptomból hívtam ki az én fiaimat. Amint hívták őket, úgy mentek el előlük, a báloknak áldoztak, és a bálványoknak füstöltek. Pedig én tanítottam járni Efraimot. Én vettem őket karjaimra, de ők nem ismerték el, hogy én gyógyítottam meg őket. Emberi kötelékekkel vontam őket, szeretetnek kötelékeivel, és olyan voltam hozzájuk, mint akik leemelik szájukról az igát, és ételt adtam nyájasan, kedvesen eleikbe. Néhány verset kihagyva, így folytatódik, mert az én népem átalkodottan hajlandó elfordulni tőlem, ha hívogatják is őt a magasságos Istenhez, senki sem indul meg rajta. De miképpen adnálak oda Efraim? Szolgáltatnálak ki Izrael? Miként adnálak oda, mint Admát, tennélek olyanná, mint milyen Seboim? Megesett bennem az én szívem, fellángolt minden szánalmam. Nagyon érdekesek ezek a Biblia versek, hogy megesett bennem az én szívem, fellángolt minden szánalmam. Ahogy olvashatjuk a tékozló fiú édesapjáról is, amikor jön hazafelé a tékozló fia, és messziről meglátja őt, azt mondja, megesett rajta az ő szíve. Elébe fut, odafutván nyakába esik, és csókolgatta őt. Megesett rajta a szíve.
Kedves hallgatók, ugye mindannyian érezzük, hogy a szeretethez, mivel nem gépek vagyunk, érzelmekre is vágyunk. Vágyakozunk arra, hogy érzelmekkel fejezzék ki a szeretetet. Nem csak adásban, nem csak abban, hogy megkapjuk, amire szükség, hanem mindannyian vágyunk nemes és igaz érzésekre, nem érzelgősségre. Vágyjuk, hogy érzelmileg is kifejezzék. De egyébként az emberi szeretetünket látjuk, hogy a mosollyal, a hanglejtésünkkel, egy simogatással, egy kedves szóval is érzelmeket fejezünk ki. Milyen nagy szükség lett ez, talán leginkább hölgyek számára, de férfiaknak is. Hogy milyen nagy szükség lett, hogy a házasságokban, az igazi párkapcsolatokban nemes érzelmekkel fejezzük ki a szeretetünket a párunk iránt, hiszen nem gépő, nem csak egy tárgy, aki megkapja, amire szüksége van, étel, ital, pénz vagy technikai szükségletek, hanem érzelmekre vágyik minden ember, hogy érezze, hogy szeressék őt. Hiszen Jézus, hiszen maga az Atya is, maga az Isten is így fogalmazza ezt tovább a Hóseás könyvében. Mert szeretetet kívánok én, és nem áldozatot, Istennek ismeretét inkább, mint sem égő áldozatot. Isten is kívánkozik az ő keze alkotása után. Isten is viszont kívánja a szeretetet, hiszen Jézus utolsó napján, éjszakáján is vágyott arra, hogy a tanítványok vele együtt imádkozzanak a Gecsemáné kertben. Vágyott együttérzésre, vágyott megértésre. Vágyott arra, hogy ne érezze magát egyedül ebben a sötét kiszolgáltatottságban, ami majd vár rá, hogy az Atyának is magára kell hagyni őt. Hogy Isten valódi szeretet érzelmeivel is tud szeretni minket. Ezt még néhány igéből szeretném önök elé tárni. Azt mondja olyan szépen Ézsaiás próféta, és így szól Sion, elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr. Hát elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián, és ha elfeledkeznének is ezek, én te rólad el nem feledkezem. Isten azt mondja itt ebben az igében, hogy még ha az anyai szív el is felejtkezne az ő gyermekének kifejezni az igazi szeretetét, én te rólad soha el nem feledkezem. Még egy anyai szeretetnél is jobban szeretlek. Vagy így mondja érdekes énekek énekét felidézve a Szentírás, hogy az igazi szerelmet szinte az Isten szeretetéhez hasonlítja énekek éneke, amikor így vallanak egymásnak a szerelmesek. Mert erős a szeretet, mint a halál, kemény, mint a sír, a buzgó szerelem, lángjai tűznek lángjai, az Úrnak lángjai. Kedves hallgatók, nagyon érdekes, hogy Isten, a kedves nézők, Isten szeretete olyan, mint az egyik szerelmes pár szeretete, szerelme a másik iránt, hogy olyan erős az ő szeretete, olyan buzgó az ő szerelme, olyan kemény, mint a sír, mint a halál, annyira szeret minket Isten, mint két szerelmes, ahogy igazán szeretik egymást, az Úrnak lángjai, a tűznek lángjai. Isten igazi szeretetet, érzelmeket is tud, nemes érzelmeket tud ébreszteni emberek szívében, ami tőle jön, ami az ő szeretetét fejezi ki, ami az ő kimondhatatlan szeretetét fejez ki, amit persze itt mi most nem érezhetünk az Isten szeretetéből így érzelmileg, de az ige alapján embereken keresztül tudjuk, hogy Isten érzelmekkel is szeretni szeretne bennünket. Sofóniás könyve 3. fejezet 17. verse is kifejezi, hogy Isten mennyire szereti az embert, és nem akármilyen szeretettel, megint csak a szerelemhez hasonlítja, hiszen mindannyian arra vágyunk, hogy valaki ennyire forrón szeressen minket, és Isten erre is rámutat az ő igéjéből.
Az Úr a te Istened közötted van, erős ő, megtart, örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez néked. Csupa érzelmek kifejezéséről szól ez a sofóniás ige, hogy örül te rajtad Isten örömmel, hallgat az ő szerelmében, és énekléssel örvendez néked. Mintha azt mondaná, hogy az énekkel tudjuk leginkább az érzelmeinket kifejezni, azt, amit érzünk, a szeretetet, a legnemesebb érzéseinket, szinte az énekben tudjuk még inkább kifejezni ezeket a nemes érzelmeket, és Isten is szinte énekléssel örvendez nékünk, mondja Sofóniás könyve 3. fejezet 17. versében. De ha az ember elfordul az Istentől, akkor pedig azt olvashatjuk róla, hogy bánkódik a gonosz miatt. Amikor Isten szerelemmel szeret minket, de mi járjuk a magunk útját, akkor érdekes, Isten is bánkódik, ez is egy érzelmi kifejezés, hogy bánkódik. Valamikor egy embert már nem tud megmenteni, egy embert már nem lehet megközelíteni, pontosabban nem tudja megközelíteni, mert ha látja, hogy az ember csak megy a maga rossz útján, így volt ez Saulnál, így volt ez más bibliai szereplőknél, Júdásnál, Káinnál, és amikor Isten tehetetlenül szeret, akkor is érzései vannak, bánkódik a gonosz miatt. Kedves nézők, elérkeztünk az utolsó jellemzőihez az isteni szeretetnek, amit majd a legközelebbi alkalommal szeretnék felidézni, ami szinte ugye a csúcsa annak a szeretetnek, amivel a leginkább kifejezi Isten, hogy minden szükségletünket be tudja tölteni. De most szeretnék elbúcsúzni addig is önöktől, viszontlátásra.